Szeretettel köszöntöm dr. Jánbik Pintér Andreát, Kisar település polgármester asszonyát. Ez a harmadik szenkepartink, ahol részt veszünk, és azt tapasztaltuk, hogy ide érdemes jönni. Nagyon jó ennivalóink voltak végig. Az öt malac egy másfél óra alatt elkelt, nagyon kedvelték az emberek. Úgy gondolom, ez egy különlegesség, azért minden háztartásban nem sütünk minden nap malacot. Aztán mindenféle finomság volt még, amit szívesen kóstoltak az emberek. Polgármester asszony, azt tapasztaltam, hogy bár ugye ez mondjuk Penyige rendezvénye, de több településről is nagy szeretettel érkeztek ide a vendégek, és a településről érkezők tényleg csupa szívvel szolgálták ezt a rendezvényt. Így van, ez a rendezvény nem csak arról szól, hogy egy település, hanem itt össze kell fognunk a településeknek, hiszen azért ennek a sikere igaz, hogy Penyige viszi el a prímet természetesen, hiszen ők nagyon sokat dolgoztak ezért, de a környező települések is jöttünk, hiszen így együtt igazi összefogással tudunk közös erővel valami jót is csinálni. És ez az összefogás hosszú távon reménykedhetünk abban, hogy egy kis fellendülést hoz majd ebbe a térségbe. Hát az biztos, hogy egyre többen megismerik a térséget. Én úgy gondolom mindenképpen, hiszen nem csak egy települést ismernek meg az ide látogató emberek, hanem mindegyikünket. Most még csak így, hogy ki van írva, hogy Kisar, esetleg egy kis prospektust, aztán elgondolkodik, hogy akkor jövőre eljövök, és nem csak erre a településre, hanem azokra is, akik esetleg itt kiállítanak. Mindenképpen az összefogás az, ami ide vonza majd az embereket. Sok sikert az elkövetkezendőkre! Köszönöm szépen! Csodája! Itt a világ közepe, ha nem viszed, gyere be! Dobolom továbbá, hogy nem az a részeg, aki be van rúgva, hanem az, aki nem tud többet inni! Jöjjenek! Jöjjenek! Ide jöjjenek!